Hello! Örülök, hogy újra látlak, vagy legalábbis találkozunk így itt. Kezdeném azzal, amivel mindenki szokta kezdeni, és bennem is van egy ilyen késztetés, hogy lájkolj, like oszd meg, iratkozz fel a csatornára, de gondolom te unod, én is unom, úgyhogy ettől most eltekintek inkább valami mással kezdeném. Mégpedig attól is tartok, hogy lesznek videók, amik túl hosszúak lesznek ahhoz, hogy végignézd, ezért gyorsan összefoglalom, hogy a maiban miről lesz szó, és így már a baráti társágban, amikor nyilván felmerül majd a kérdés, hogy a juhász miről beszélt ma, akkor te is tudsz hozzászólni. Ma a személyiségi jogi pereket fogom elmondani, aminek nem az a relevanciája, hogy velem mi történik, hanem hogy lásd, hogy egy ellenzéki politikust, aktivistát, bárkit a kormánymédia elkezd lejáratni, akkor annak milyen lehet a valóság alapja, ezt fogom elmesélni egy konkrét példán keresztül, milyen eljárások következnek utána, és mi lehet az eredménye, tehát magyarul jól élünk-e mi politikusok abból, hogy különböző személyjogi perekkel milliókat kaszálunk a kormánymédiától. Van bennem egy olyan késztetés is, hogy arra is felhívjam a figyelmedet, hogy, hogy, nagyon sokan és nagyon hasznos dolgokat tesznek Magyarországért a civil életükben, tehát a munkájukon kívül, ingyen és bérmentve, a szabad idejükből áltozva, így nekem is most ez történik éppen, így nem csoda, hogyha behaladszik majd néha egy-egy gyerekjajgatás, apukázás vagy valami hasonló, mert most is a lakásomban vagyunk, és hát van itthon gyerek is, aki Hát, ha elalszik egy ponton, meglátjuk. Nem vagyunk mindannyian politikusok, ma már én sem, de fontos tudnod, hogy amikor ellenzéki, és itt elakadok, minél, minek, minek minősítsem, mert aki civil, azt szerintem nem ellenzéki, hanem a társadalomért próbál tenni, vagy mindig is ellenzéki lesz, tehát nem pártokhoz sorolható be az a tevékenység, amit ő végez. De ők is megkapják, politikusok is megkapják, Sokan megkapjuk és megkaptuk a kormánymédia különböző lejárató kampányait. 2015 környékén felfedeztem a, hát hogy mondjam, belvárosi képviselőként elkerülhetetlenül szembejövő tény, hogy Rogán Antal bűnöző és bűnöző üzletel. Ez nagyon fontos, hogy megérd, Rogán Antal bűnöző és bűnöző üzletel. ebből fontos tudnod, hogy neki van egy főnöke, Orbán Viktor, tehát nyilvánvalóan, hogy a Rogán bűnöző, akkor Orbán is az, hiszen az utasítás Tőle kapja az ő engedélyével jár el. Na, ami hasonlót mondtam 2015-ben, amiért Rogán Antal beperelt. Ezt a pert Rogán Antal elbukta, tehát ma már jogszerűen mondható, ismétlem, mondjuk együtt, Rogán Antal bűnöző. Rogán Antal bűnözőkkel üzletel. Bízom benne, hogy ezeknek a mondatoknak is eredménye az, hogy Rogán Antalt ma már nem annyira látjuk a nyilvánosságban, mert bár akkor Orbán, mint a jó mafia vezér, fölfele buktatta és miniszteri pozíciót kapott, már ott teljesen eltűnt a nyilvánosságból, mert hogy nincs ember, aki elhinné egyetlen szavát is. Rogán Antal azonban kellően cinikus és hát kivagyi, ezért úgy gondolta, hogy egy személyiségi jogi pert indít velem szemben, hogy ne lehessen őt bűnözőnek nevezni, ne lehessen őt ilyen színben feltüntetni. Ez volt az a per, ami 2016 nyaráig tartott, 2016 júniusában ugyanis fordulat állt be ebben a perben. Ez abból következett, hogy az ügyvédeimmel felfedeztük, hogy már talán egy évvel korábban az átlátszónak nyilatkozott már Portik Tamás, és ott elmondta egy interjú keretén belül, hogy 10 millió forintnyi eurót vitt Rogán Antalnak, amit személyesen adott át korrupciós pénzként. Felvetődött az, hogy ha ő ezt elmondta újságban, fontos lenne, hogy a bíróságon hivatalos formában is megtegye ezt a vallomást. Portik Tamás itt elismételte azt, amit ott elmondott, és hát sok más részlettel alátámasztott. Aztotta, hogy igen, itt valóban egy ingatlan maffia épült fel az 5. kerületben Rogán Antal vezetésével, aminek keretén belül a belváros ingatlanjainak jelentős részét harmad, negyedáron értékestették haveri szálakon keresztül, amiket ugye rögtön utána el is adtak, és hát így... Én azt mondom, hogy nyugodtan mondhatjuk azt, hogy milliárdos haszonra tettek szert különböző szereplők. Habony Árpád köreiről beszélünk, Rogán Antal köreiről beszélünk, és számos más kormányzati figura szóba került ennek kapcsán. A belvárosi képviselőkről már nem is beszélve. Így a bíróság megállapította, hogy joggal állítható Rogán Antalról, hogy bűnöző, Uh, és hát ez valószínűleg elgurította a gyógyszerét, vagy nem tudom, hogy hogy megy ez. Ugye ne felejtsük el, Rogán Antal maga a propagandaminiszter, tehát az ő kezében fut össze a teljes kormányzati média működtetése. Ő adja a megrendeléseket, ez is többször kiderült már uh, különböző újságoknak, hogy milyen témát, milyen módon kell feldolgozni, és hogyan kell lejáratni különböző szereplőket elkezdődött egy kampány, úgyhogy én egyébként Portik Tamását most ne kelljen mondanom, soha életemben nem találkoztam, soha semmilyen kapcsolatban nem voltam vele. Ő börtönben ült, amikor én még bőven a tasz dolgoztam jogvédőként, tehát még a politikai pályafutásom előtt őt már leültették. Mégis elkezdett a kormány média propaganda jelleggel összemosni az ő nevével, és elkezdték azt terjeszteni, hogy Juhász Péter Portik embere, neki dolgozik, ő fizet, ő irányít, ő adja a megrendelést, nem sorolnám. Volt barátom, aki megkeresett azzal, hogy megjelent róla egy cikk, amiben csúnyát írtak róla, mit tehet ilyenkor, vagy hát arra hívta, vagy hát abban kért segítséget, hogy lelkileg ez hogy dolgozza fel az ember, mert egy cikk megjelent róla. Az én esetemben 250 darab cikk szólt csak erről, csak ebben az időszakban, hogy Portiknak dolgozom, irányít nem sorolnám újra amiből nyilván egy szó sem volt igaz. Csak a példa kedvéért egy médiát vennék elő, ez legyen a TV2, azon jól bemutatható, hogy hogy megy a későbbiekben ez a folyamat. Ebben az időszakban a TV2 tények című hír műsora 27 adásban szajkózta ezeket a hamis állításokat. Átlagosan két perc volt egy ilyen adásidő, mindent elmondtak, ami lehet, tehát hogy ez felszorzod, az közel egy órányi teljes tények adás, vagy hogy mondjam, egy órányi tények idő, amiben az ilyen lejáratáson folyt. Ebből a 27 adásból 18 volt olyan, amikor végignéztük az ügyvédemmel a konkrét állításokat, ami hát nagyon egyszerűen perelhető, hiszen eh, teljes egyértelműen tényt jelentenek ki benne, vagy pedig tényeket olyan színben tüntettek fel, ami teljesen hamis látszatot kelt, és volt pár adás, amiben csak mint egy ilyen mantra ismételték a, a hamis állításokat, de nem volt darabonként abban egyesével perelhető, ezért 18 tények adást pereltünk. Először sajtó igazítási pereket indítottunk, ezeket első fokon megnyertem, másodfokon, pont az előbb említett állítások okán, volt, amit csak részben nyertem meg. Ilyenkor a TV2 nagy előszeretettel elhallgatta azt, amikor első fokon megnyertem, vagy másodfokon amely állításokat megnyertem, viszont készséggel beszámolta arról a részről, amit nem tartott igazoltnak a bíróság, arról viszont teljes merszélességgel nyomta a propagandát ismét, hogy Juhász elbukott egy pert, holott nem. Arról már nem is beszélve, hogy nem tudom, találkoztál-e a TV2-ben amit lehoztak ezzel kapcsolatban, mert az én tudomásom szerint ez nem történt meg. Ezek után, a perek után következtek a személyiségű jogi perek. Ugye egy sajtópernél az egy gyorsan lefutó valami, nincsen más jogkövetkezménye, mint hogy le kéne hozni a helyreigazítást, ez ugye nem történik meg és itt lezárul a történet. A személyiségi jogi per az a kategória, amikor a sérelmedér már valamilyen hát, sérelemdíjat kaphatsz meg, ez most lehet, hogy az ügyvédeim majd lefejeznek, hogy nem jó szót használok elnézést ért, én nem vagyok, vagyok jogász, de a lényeg, hogy itt van az, amikor már forintosítható adott esetben, hogy milyen kárt okoztak neked ez ilyen lejárható kampányjal. Ez a TV2 esetében négy évig tartott, nem, tehát négy, négy darab éven keresztül folyt ez a per, volt egy elsőfokú tárgyalás, volt egy másodfokú tárgyalás, ahonnan az elsőfokra fokra visszarendelték az egészet, mert bírócsere történt, és nagyon teljes nonszenzre hivatkozva hozott döntést. Tehát hogy végtelenségig ment ez a pereskedés. És egyszer csak jött ez az említett bírócsere. Ez ráadásul úgy történt, hogy aki végighallgatta és ezt az iszonyú hosszú bizonyítási szakaszt lenyomta bíró, ő, én nem tudom miért ott a bíróságot, ítélethozatalra még meghirdette a következő találkozónkat, vagy a következő tárgyalást, ám közben elment a bíróságról, így gyakorlatilag az ítélet hirdetése ugrott be az új bíró, aki hát egy viszonylag rövid tárgyaláson, a másfél éves bizonyos szakban teljesen, hogy mondjam, szakmai nem tájékoztatva, nem előadva a valós dolgokat, egyszerűen hozott egy elmarasztó ítéletet, viszont látásra jó napot kívánok. Igazából az volt az érzésünk, hogy ő nem akart ezzel foglalkozni, nem akart ítéletet hozni benne, csak hogy értsd a nüanszokat. Arról szólt, hogy a TV2 ZRT nem kérhető számon ezekért az mert közben a KFT-ből alakult át ZRTV, és már nem ugyanaz a jogi személy. Ez teljes nonszensz, teljes hülyeség, ezt nyilván a bíró is tudta, ebből gondoltuk azt, hogy ő nem akar ebben ítéletet hozni, úgyhogy ismét nekiáltunk a per folytatásának. Ez már 2019 volt talán. Így nem csoda, hogy ezt az ítéletet a másodfokú bíróság megsemmisítette, és újra kezdődött az egész harmadik bíró, hozzá került újra első fokra az ügy, itt megint megszületett egy ítélet, amit aztán a másodfokon megnyertem, nem akarom hosszan mondani, és nem akarok részletekbe belemenni. Az a lényeg, hogy négy évvel telte után született a végén egy jogerős ítélet, amiben kettő és fél millió forintot ítélt meg a bíróság, tehát egy négy évvel az előtti, 27, de mondjuk 18 tények adásban felsorolt rémesen hazug állítása, mi szerint egy gyilkos, egy bűnöző engem irányít pénzzel, nem tudom miket csinált még, de hogy szóval neki dolgozom ez az eredménye ma jogállami szinten egy ilyen pereskedésnek. Tehát ez lehetne egy ilyen hip hip hurrá, nyertünk helyzet is, csak ugye az érzékeltetés véget elmondom akkor ismét, tehát ez 18 darab tények adás, ahol mondjuk a reklámidő fél percben, nem tudom, 3-4 millió forint környékén mozog, itt engem két percig szapultak, tehát 18-szor, ezért négy évvel később a bíróság bírósághoz ezt a két és millió forintos ítéletet. Ebből jön le a perköltség, ebből jön le az ügyvédi költség, ebből jön le az illeték, mert bevallom magasabb összeget gondoltunk mi a sérülemdi reális mértékének. Tehát összességében megint nem részletezném, nagyjából 1,1-1,2 millió forint maradt a kezemben. Ebből élünk nagyon jól, ebből fogom támogatni én is a szabad médiát, vagy pontosabban támogatom ma is, és támogattam eddig is. És erre kérlek téged is, hogy támogasd azt a szervezetet, azt a szerkesztőséget, azt a civil mozgalmat, vagy azt a magánszemét, akinek a munkáját fontosnak tartod. Erről majd egy következő videóban fogok beszélni, hogy általában miért fontos támogatást nyújtanod azoknak a szereplőknek, akiknek a munkája fontos, és miért különösen fontos ez ma, amikor egy ilyen rendszerben élünk. Azt még úgy bónusznak azért elmondom, hogy mind az időmúlás, mind az összegszerűség, és hát általában per menete okán a kúriához fordulok, ennek azonban már nem volt halasztó hatája, de lesz még folytatás ebben az ügyben is. Bízom benne, hogy neked is hasznos, hogy meghallgatod ezeket a videókat, és nekem nagyon jó érzés, hogyha feliratkozol ezért a csatornára. Tehát kérlek tedd meg, ha teheted. Oszd meg, lájkold. Like szórna, merre tudod. Én pedig jövök, ahogy mondtam, legközelebb azzal, hogy miért fontos a támogatása a különböző szervezeteknek, egyéneknek, szereplőknek. És köszönöm neked. Várlak, gyere majd!